Sziasztok, Bisz vagyok, és egy újabb sorozatot indítok a Titánokhoz, méghozzá tippek Titanfallhoz. Igazából pont ugyanúgy fog működni, mint Black Ops 2 tippek bemutatók, tehát ahol adtam zombi tanácsokat, vagy sniper tanácsokat, tehát ilyen hasonló jellegű lesz az egész, csak most Titanfall lesz a terítéken. Úgyhogy eljutok, ameddig eljutok, nincs betervezve, hogy hány résznél fogom abba hagyni ezt a sorozatot, tényleg mikor felmerülnek az ötleteim, és szeretném tömören és észszerűen végigvinni ezt a sorozatot, úgyhogy remélem tetszeni fog nektek. A videó címe a túlélés lett, de inkább a legmegfelelőbb az lenne, hogy tippek Titanfallhoz, hogy kevesebbszer halljunk, mondjuk, de ez nem hangzik valami költőjén, úgyhogy maradtam a túlélés címnél. Ebben a részben 5 plusz 1 tipp lesz, amivel bizonyos helyzeteket túlélhetünk, vagy esetlegesen ténylegesebben kevesebbet halunk egy-egy meccs folyamán, úgyhogy ez lesz a mai részben. Az első és talán legfontosabb tippem, hogy legyünk kiszámíthatatlanok. Tudom, elég tág fogalom, de mindjárt el is magyarázom egy példával, hogy hogy értem a kiszámíthatatlanságot a túlélés címszó alatt. Tegyük fel egy kodba, Battlefieldbe, avagy bármely más FPS-be, C-be, menekülünk. Befordulunk egy sarkon, és pontosan tudjuk, hogy 4-5 másodpercünk van rá, hogy utánunk jöjjön az ellenfél, beforduljon ugyanazon a sarkon, tehát döntenünk kell, hogy mit cselekszünk. Vagy bevárjuk őt, és egy 1v1 kiki arcba eldől, hogy ki játszik jobban, és ki hal meg. Nyilván ebben benne van a rizikófaktor, hogy mi halunk meg, de ez most ilyen esetben nem lesz opció. Úgyhogy eldönthetjük, hogy hova megyünk tovább. Nyilván az ellenfél tudja, hogy az alatt az időtartam alatt, mi alatt nem lát minket, hova tudunk eljutni abban a pozícióban. Úgyhogy nagyon gyorsan meg tud keresni minket, utánunk tud jönni, be tud nézni egy-két sarokba, tehát elég hamar likvidálni tud minket, és nem sok opció van rá, hogy meglepjük őt. Ellentétben Titanfallba, ugyanis ott rengeteg sok lehetőségünk van arra, hogy 4-5 másodperc alatt nagyon sok helyre eljussunk, ugyanis vertikálisan is nyitott a helyzet, felmehetünk, láthatatlanok lehetünk, bekapaszkodhatunk bizonyos résekbe, tehát nem feltétlen fog 4-5 másodperc alatt észrevenni minket, ezáltal nagyon jól meglephetjük őt, úgyhogy ezt használjátok ki, mindazokat a lehetőségeket, amelyet ad a játék, úgyhogy ez lenne az első tippem, ténylegesen olyan helyekre menjetek, ahova nem számít rátok, és így meg tudjátok lepni őt, és esetlegesen meg is ölni, de az a lényeg, hogy ne halljatok meg. A következő tanácsom elég egyértelmű, de nem feltétlen mindenkinek, illetve nem feltétlen úgy, ahogy én arra gondolok. Mindig légy úton, mindig légy mozgásban. Nos, nem arra akarok kiukadni, hogy esztelenül császkálja a mapon az ellenfél óra előtt, hanem valami logikát azért vigyél bele, próbálj olyan helyeken menni, ahol te nagyobb előnyt élvezel azáltal, hogy asszolútod van, távolabbra tudsz lőni, tehát folyamatosan mozog. Nem feltétlen kempelésre gondolok, hogy ne kempelj, hanem egy fél percre se állj meg, és ezt a saját tapasztalatimból mondom, hogy aki megáll, az szinte már halott is, nagyon könnyen be tudom célozni. Lehet, hogy mozogva könnyebben vesznek észre, viszont sokkal nehezebb célpont vagy, és ha el is találnak, akkor is van tactical ability, amivel ki tudod védekezni azt, hogy ne kapjanak el, úgyhogy folyton légy mozgásban, ez nagyon fontos, és hogy mégis miért is annyira fontos a Smart Pistol, ugyanis a legnagyobb ellenfel a Smart Pistolnak a mozgás, nem tud belokkolva lelőni az ellenfél, és általában a Smart Pistolosok szoktak várni arra a megfelelő pillanatra, hogy belokkolva lelőjenek, de ha folyamatosan mozogsz, ezt a lehetőséget nem adod meg nekik, és akár hátrafordulva meg is ölheted őket, illetve plusz nem is csavarják ki a nyakadat, nem rúgnak segbe, úgyhogy tényleg mozog. Ez a játék lényege, ez a saját tapasztalatom. A harmadik tippem, és szerintem prioritásban a második legerősebb, mindig légy tető, mindig légy valami épület tetején, kiemelkedésen. Egyrésztről nincsenek ott titánok, másodrésztről nincsenek ott botok, akik be tudnak zavarni azzal, hogy összekevered pilótákkal. Tudom, lehet ott pár robot, de elenyésző mennyiségben. Harmadrészt csak pilóták vannak ott. Felismerülhet benned a kérdés, hogy ha csak pilóták vannak ott, le is lőhetnek. Igen, akár. Előfordulhat az a kellemetlenség, hogy úgy kapsz sebzést, hogy nem tudod honnan érkezik, viszont nagyon könnyen meg tudsz menekülni, mert szimplán lepottyansz, leesel az épület tetejéről, mert a zuhanásnál gyorsabb metódus nincs a menekülésre ebben a játékban, és nagyon gyorsan céltéveszt az ellenfél, és elveszti a nyomodat, mert el tudsz gyorsan
slisszolni. Tényleg, ha nagyon távolról lő egy másik tetőről, észre se vesz, tehát nagyon gyorsan újra tudsz menni tetőre, mert regenerálódsz a földön, valami kis zugba, és már rögtön mehetsz vissza rambózni a tetőre. Rambózni csak tetőn érdemes, de előfordulhat az ténylegesen, hogy földön vagy, és találkozol pilótával. Nem ajánlom, hogy feltétlen lőj. Inkább tényleg kerülj fel magaslatra, mert ki vagy szolgáltatva azoknak, akik tetőn vannak és lesnek le rád, mert ha lősz, megjelölöd magad a minimapen, és már fölülről kapod a sebzést. De tényleg előfordul, hogy ott egy pilóta le kell lőnöd. Lelövöd, akkor próbálj ne fölfele menekülni, hanem oldal irányba valami zugba megbújni, és mikor úgy érzed, hogy már nem tekintenek le rád, akkor menj fel valami tetőre ismét csak, és rambózz ott. Onnan lőd le a botokat, onnan cselekedj bármit is, mert az a legmegfelelőbb, se titán nem szed le, se pilóta nagy eséllyel. A negyedik tippem elég egyértelmű és szimpla, a játék leges legelején menj fel valami tetőre, magaslatra, és állj meg ott egy fél percre. Ennyi, se több, se kevesebb. Tudom, második tippem az volt, hogy folyamatosan mozogj, de ez a játék eleje, utána már mehetsz is a dolgodra. Miért is jó ez? Ugyanis, mikor ugrotok le a kis csapatszállítóról, mindenki rohan az ellenfél irányába, de ha te megállsz, és látod, hogy merre lesznek a pilóták, ugyanis látod, merre nyitnak úgymond a mapon, mert ugrálnak össze-vissza, így tudod, hogy honnan számíthatsz ellenfélre, és nem egy embert lehet ilyenkor leszedni, saját tapasztalat, úgyhogy nagyon sok halált meg lehet spórolni, illetve nagyon sok killt meg lehet szerezni ilyenkor, utána természetesen folyamatosan mozog, fél perc, nem több. Az ötödik tippem is elég szimpla, méghozzá láthatatlanul ne jetpackezz feleslegesen. Mondok egy példát, van egy útszakasz, egyik oldalán egy titán, másik oldalán te. Fordul feléd a titán, tudod, hogy észre fog venni, ezért megelőzöd a bajt, láthatatlanná válsz, de mégis el akarsz jutni A-ból B-be, próbálsz feljutni egy magaslatra, és emiatt double jump-el vagy falonugrással már is használod a jetpacket, és a lángcsovát simán kiszúrja a titán és lelő. Saját tapasztalat, nagyon sok embert így ki lehet lőni, úgyhogy szimplán sétálj el láthatatlanul, és kerülj egy olyan pozícióba, ahol tudod, hogy nem vesz észre, még ha jetpacket is használsz, és nagyon sok halált meg lehet spórolni. Az 5 plusz 1. tippem pedig nem más, mint amikor 1v1-be fájtoltok egy ellenféllel, tényleg szemtől szembe kiki harcot folytattok, és lőttök egymásra, ugrándoztok, próbáltok kitérni a golyók elől, akkor használjatok tactical ability-t, ne feledkezzetek meg róla. Tudom, steampack esetében egyértelmű, hogy ilyenkor gyorsabban mozogsz, illetve gyorsabban töltődik a HP-t, de láthatatlanság is nagyon jól jön. Egy pillanatra leszel láthatatlan, tényleg egy millisekundum alatt csak villansz egyet, mert folyamatosan lősz és lövéssel megtöröd a láthatatlanságot, viszont az a kicsi is annyira meg tudja zavarni az ellenfelet, hogy akár te jössz ki abból a kiki harcból győztesen, úgyhogy ez az 5 plusz 1. tanácsom. És véget is ért ez a videó, a saját tapasztalataimból indulok ki mindig, amikor ilyen 1v1 fájtok vannak, például nem látom, hogy használják a láthatatlanságot, vagy a steampacket, nem hallom, úgyhogy emiatt így segítek nektek úgymond, és hát multiplayer terepen aláásom a saját karrieremet, ha veletek találkozom, mert ezek a tanácsok elég jól jönnek, és hát igen, mindegy, videót is kell csinálni, úgyhogy sziasztok!